A képek ezúttal félrevezetőek. Nem castingot tartottunk a bemondóknak, hanem a katolikus keri diákjai ismerkedtek a televíziós munkával. A technikai feltételekről, adáslebonyolításról, sugárzásról a TV vezetője beszélt a diákoknak, míg a szerkesztők, vágók feladataival ők maguk is megismerkedhettek. Az ügyintéző titkárszakos diákok csupán kirándulást tettek nálunk, így próbáltuk figyelmüket arra irányítani, miért fontos, hogy az ő generációjuk is kövesse a helyben történt eseményeket. Nagyon örültem neki, hogy belepillanthattam a tévéseknek a világába, hiszen én tudom, hogy a média az egy befolyásoló tényező a 21. században, és így örülök neki, hogy belülről is láthatom a dolgokat. A fiatalok megtudták azt is, hogy egy-egy híranyag vagy dokumentumfilm csapatmunka. Egy-egy értékes alkotáshoz a vágó, operatőr, riporter, szerkesztő közös munkájára van szükség. Sokkal többet tudtam meg, és nagyon jól éreztem magam. Kicsit először meglepődtem, de aztán nagyon jól éreztem magam. A diákok megtekinthették azt a mini kiállítást is, amelyet a 20 esztendővel ezelőtt indult Zemplén Televízió évfordulójára készítettünk.